Mindent a hitelekről és a buborról 10 percünk következik, és hogy mi is az a bubor, a budapesti bankközi forint hitelkamat, leegyszerűsítem, ez az, amit nagyon-nagyon kell figyelnie mindenkinek, akinek hitele, kifejezetten lakáshitele van, és hogy miért kell figyelni, erről mutatunk egy összefoglaló táblázatot, amiben azt láthatják, hogy ez a bizonyos bubor 2013 óta hogyan mozog. Ugye a jó hír akkoriban az volt, hogy csökkent, viszont a nagyon-nagyon rossz hír az az, hogy itt valamikor 2021 május a június hatáján meredeken elkezdett felfelé emelkedni ez a mutató, amit most már sajnos azok is éreznek, akik hitelt fizetnek, és itt a reklámat Erdős Évával már beszélgettem, és azt mondja, hogy ő mióta a bubor idehaza létezik, ez a mérőegység, azóta ilyen meredek emelkedést még nem látott, és sajnos minden előrejelzés azt mutatja, hogy ez csak folytatódni fog, úgyhogy most arról fogunk beszélgetni, hogy ez a már meglévő hitelekre és a felvendő lakáshitelekre és személyi hitelekre hogyan fog hatni. Jó reggelt kívánok Erdősi Évának. Itt előttem van ön előtt van egy nagyon hosszú táblázat, ilyen meredek emelkedés tényleg nem létezett, mióta a buborral számolunk? A mértékével. Igen, tehát hogy 1996 óta létezik a bubor. Azóta néztem visszamenőleg, és főleg ugye azért, mert a legtöbb cikkben a 2013-as igen. érték szerepelt, hogy most értük el a mértékét igen. az akkorinak. De nem is a százalékos mértéke az érdekes mindig, amikor vizsgálunk egy folyamatot, hanem az, hogy ez milyen mértékben emelkedik, és ugye ez nagyon gyönyörűen látszik, hogy ez milyen meredek. Idézőjelben gyönyörűen, igen. Mint hogy ezt lehet láttatni, meg érzékeltetni. Igen. 2008-ban, amikor a válság volt, akkor megnéztem 2008. szeptember és decemberek között ezt az időszakot, ott ahonnan, ahova eljutottunk a három hónap alatt, az 1,2-szeres növekedés volt. Most ez 2,1-szeres növekedés ebben a három hónapban, ami azt gondolom, hogy majdnem a duplája, ezt ki lehet jelenteni, és akkor ehhez annyit hozzátennék még, ami még csak ilyen száraz tény, hogy azt mondta az MNB elnöke, hogy ez 2022-ben folytatódni fog. Na most, még ne tegyük hozzá csak így zárójelbe a politikai helyzetet, hiszen lesz itt egy választás, nem is szeretném ezt hosszasabban se értékelni, se elemezni, tehát én azt mondom, hogy ha valamire számítunk, akkor az az, hogy ez az emelkedés folytatódni fog. A meredeksége majdnem, hogy mindegy lesz, akinek van hitele annak, és akkor gyorsan bele is csapok, hogy mi lenne a teendő. Annak, ha még változó, mert egyes kimutatások szerint a lakáscélú hiteleknél még mindig van 40%, ami változó kamatozású. Ezek egy része nyilván a megmaradt devizahitelek, amiket átváltottak, és ott 3 havonta van az a kamatperiódus, amikor változhat. Tehát én azt mondom, hogy ha megnézzük ezeket a 3 havi változásokat, és hozzá ez a kamat emelkedést, akkor ez azt jelenti, hogy 3 havonta, attól függően, hogy mennyi az én kölcsönöm, 5-10 ezer forintos drágulásra számíthatok. Ha most hozzátesszük azt, hogy itt van egy járványhelyzet, ki tudja, mi lesz megint a gazdasággal, és egyébként a vírus helyzettel, hogy lesznek meg az állások, akkor azt gondolom, hogy nem akarok én senkit megijeszteni, de az biztos, hogy nagyon vigyázni kell. Magyarán, akkor aki teheti, váltson fix kamatozásra? Mindenképpen. Tehát eddig is mindig, amikor itt beszélgettünk, igen. az volt a zárószó, hogy aki teheti, az fix. Ha nem is a teljes futamidőre, mert ugye itt vannak 25-30 éves, de legalább egy 10 éves futamidőt fixáljon. Ez mennyibe fog neki kerülni? Tehát, hogy még mindig megéri, hogyha abban gondolkodunk, hogy ezek a mutatók csak emelkedni jó. fognak, mert nyilván többe fog kerülni, hogyne. És a bankok se szeretik benyelni a veszteséget. Ez biztos. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy egy bank, mert ez is egy üzleti vállalkozás, ő mondjuk kiad fix kamaton ilyen 5% körüli hiteleket. Hogyha a bubor értéke elkezd még tovább nőni, és ez majd lesz 6-7, akkor a banknak ezeken a hiteleken vesztesége van, amit az új hitelen szeretne majd behozni, mert nyilvánvalóan ezt neki valahonnan pótolni kell. Tehát minél később fogom átváltani, annál nehezebben fogok jutni egy jó kamatozású hitelhez. Tehát én eddig is ugye, ahogy beszéltük, tehát minél előbb nézze meg, nagyon sok ugye lehetőségek vannak összehasonlítani, akár az MNB honlapján, akár pénzügyi ilyen
irodáknál, akik hitelközvetítéssel foglalkoznak, hogy melyik számára legkedvezőbb, és tegye meg, mert hogyha van egy 30-50, akár 100 ezer forintos költsége is ennek az átváltásnak, az megéri, hiszen itt, amiről beszéltünk, hogy egy hónap alatt, vagy három havonta... Hát én olyan adatokat olvastam, hogy most már egy hónap alatt 10-17 ezer forintot is nőhet egy mondjuk 15 éves, 15 milliós hitel. És ez egy viszonylag kis összegű, igen, hiszen ugye az preferálta eddig a mindenre, minél többet vegyél föl, hiszen legyen új az otthonod, stb. Stb. Ez a zöld hitel is ugye arról szól, bár annak alacsony a kamatozása, ki tudja, hogy meddig tudjuk ezt ezen a szinten tartani, hogy drágább a lakás, hiszen ugye ez egy környezetbarát épület. Tehát, hogy itt nagyon oda. Jó, tehát akkor akinek már van hitele, az váltsát, valamilyen fixre. Aki most tervez hitelt felvenni. Neki mi a jó tanács? Neki ugye azt kell... Hogy ne tegye, de azon kívül. Vannak olyan élethelyzetek, amikor muszáj. Tehát nem kell azt mondani, hogy hitel nem ördögtől vadó, csak sokkal inkább nézzük a kockázatokat. Sokkal biztonságosabban tervezzük. Ha mondjuk eddig azt gondoltuk, hogy jó, minden nagyon jó lesz, fölveszünk 30 milliót, hogy ne vegyünk föl annyit, csak 15-öt. Hiszen akkor a részletek is kell. Tehát mindenképpen arra figyeljünk, hogy biztonságosan tudjunk fizetni, mert olyan bevételeink vannak, amik stabilak, és azt nézzük meg, hogy ha emelkedés várható, már pedig az, és lesz majd 10 év múlva lesz egy kamatperiódus, akkor, hogyha éppen a fennálló hitelállományban egy másik megtakarításból esetleg ki tudom-e váltani, vagy mit tudok vele csinálni, tehát első a biztonság és a kockázat kerülés. Azok, akik kicsit rutintalanabbak a pénzügyekben, számíthatnak arra, hogy a bankok is most szigorúbban vizsgálják a hitelkérőket? Vagy ugyanúgy dobálják azért? A szigorúban vizsgált azt fogja jelenteni, hogy mivel magasabb a kamat és magasabb lesz a törlesztő részlet, ezért magasabb jövedelem is kell, hogy ugyanazt a hiteltípust elérjük. De a banknak az az érdeke, hogy azt kihelyezze. Tehát ő nem saját maga ellensége, és mondja azt, hogy nem fogok kihelyezni, ki fogja helyezni, vannak olyan szűrők, amin át kell menni egy adósnak ahhoz, hogy megtörténjen, innentől kezdve ő fog folyósítani. A mi dolgunk az, hogy sokkal körültekintőbbek legyünk. Csak nagyon röviden, még egy típusról nem beszéltünk, folyószámla hitelek, áruhitelek, személyi hitelek, ott is a DHM jelentősen fog emelkedni? Jelentősen, és eddig se voltak olcsók. Igen. Tehát biztos, hogy 10 fölötti lesz az összes. Azért azt, hogy hova fogunk eljutni, az is egy nagy kérdés. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nem kell feltétlenül hitelre vásárolnunk ilyeneket. Tehát egy kicsit most legyünk óvatosabbak. És amit most szeretnénk, gondoljuk végig, jó lesz az jövőre is. Tehát ami nem feltétlenül légszükséglet és nagy beruházás, és azt mondom, hogy 500 000 forinton felüli, akkor azt próbáljuk meg elhalasztani, ha nem feltétlenül szükséglet. Egy mondatban önmérséklet. Így van. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.